Start Plus program. 13 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kapott elismerést a belügyminisztériumtól. Iskola felújítás. Közel 40 millió forintos Európai Uniós forrásból korszerűsítették a Kálmánházi Benedek Elek általános iskolát. Szeretett akció. Tartós élelmiszereket és tisztítószereket gyűjt idén is a rászoruló családok számára a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. 13 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kapott elismerést a belügyminisztériumtól. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A sikeres közmunkaprogram alapján országosan 73, megyénkből 13 település munkáját jutalmazták. Az elismerés mellé 10 millió forintot kaptak az önkormányzatok, amelyet a program folytatásához és fejlesztéséhez használhatnak fel. Így például eszközbeszerzésre, gyárdák felújítására vagy ingatlan vásárlásra, amivel az eszközök tárolását oldhatják meg. Román István is gratulált azoknak a településvezetőknek, akik idén november 6-án Budapesten a belügyminisztériumban vehették át az elismerésüket. Ők a 2018. évi közfoglalkoztatási program megvalósítása során kiemelkedő szakmai munkát végeztek. A szóbeli elismerés mellé pedig 10 millió forint járt, amelyet a további fejlesztéshez használhatnak fel. Azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok jó példa van a közfoglalkoztatási programoknak a lebonyolítására, és a településvezetők, a települések is egyre inkább megszokták ezt a rendszert, és olyan ötletekkel, programokkal állnak elő, amelyek mások számára is példaértékűek lehetnek. Ez a 13 település, aki az idejében ezt a díjat és az ezzel járó 10 millió forintot elnyerte, azt gondolom, hogy kiemelkedőt alkotott. És nyilvánvalóan ez nem csak az ő elismerésük, hanem azoknak is az elismerése, akik közfoglalkoztatásban megtermelik azokat az értékeket, amelyekre lehetőségük van. A nyertes települések között volt például Nyírbogát is. Ők közel 6 millió forintból 5 ingatlant vásároltak, amelyek egyesítésével kialakítanak egy mezőgazdasági gépek és eszközök tárolására alkalmas helyiséget. A fennmaradó összegből pedig 2 épületet újítanak fel. Kálós Emin viszont más célokra használja a támogatást. Helyi és értékteremtő program keretein belül kétféle program elem létezik a településen. Egyrészt egy helyi ajándékokat, amit a kúriában ajándékozunk az odalátogatóknak, másrészt pedig a helyi program keretein belül betonelemgyártásban is érdekeltek vagyunk. A betonelemgyártás tekintetében ezeket a betonelemeket a belvízelvezetésre, illetőleg a járdaépítésre fordítjuk, és ennek a mozgatására egy munkagépet fogunk vásárolni. Csenger önkormányzata a lakosság igényeit tartotta szem előtt, amikor a 10 millió forint felhasználásáról kellett dönteni. 2 darab utat újítunk fel, valamint útburkolatot és útpatkát teszünk rendbe Csengerben. Az egyik út egy szegregátumi részen van, a másik pedig egy olyan területen van, ami a rendőrséghez, a határrendészeti kirendeltséghez és az egyik óvodához vezet oda. Ezt már fel is újítottuk, még a patkarendezés fog megtörténni, és úgy gondolom, hogy ezzel mind a lakosságnak, mind pedig az oda látogatóknak is nagyon fontossá és komfortosabbá fogjuk tenni a közlekedési helyzetét, valamint a szegregátumban azért is kellett megvalósítani, mert ha mentőnek kell lemenni, orvosnak, akkor ugye sáros, latyakos területen nem tud végigmenni a mentőjármű, ezért úgy gondoltuk, hogy teljesen azt is rendbe fogjuk tenni. A nyertesek között volt még Gyulaháza, Kölcse, Nyírjákó, Nyírparasznya, Nyírtas, Ramocsaháza, Tiszaberce, Tiszabezdéd, Tiszadob és Tiszavid önkormányzata is. Közel 40 millió forint Európai Uniós forrásból megújult a Kálmánházi Benedek Elek általános iskola. A 100%-ban vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően megtörtént a főépület elavult tetőhéjazatának cseréje. A mindennapos testnevelés biztosításának érdekében pedig egy aszfaltburkolatos kézilabdapálya is megépült. A termek új bútorzatot kaptak és új sporteszközöket is vásárolt az iskola. Átadták a felújított Kálmánházi Benedek Elek általános iskolát. Az intézmény vezetője elmondta, már évek óta nagy igény volt erre a fejlesztésre. 116 gyerekünk van jelenleg, 8 osztályban dolgozunk, 3 napközis csoportunk van. Amire igazából hangsúlyt fektetünk az iskolai oktatás során, elsősorban informatika és nyelvoktatás. Ennek az óraszámát megnöveltük, tehát amennyit a nemzeti alaptanterv, illetve előír, attól több órában tanítjuk, és nagyon szeretik a gyerekek.
Ezentúl magániskolai órákon vehetnek részt a diákok az intézményben. Így működik a néptánccsoport, a furujai zongora oktatás, valamint képzőművészeti szakkor is van a kálmánházi iskolában. Kálmánházán az önkormányzat folyamatosan fejlesztette és karbantartotta az iskolát már azelőtt is, hogy fenntartója lett, de egy ekkora beruházásra nem volt elegendő forrása korábban. 5 évvel ezelőtt felújították az iskolát, de az akkori pályázat nem tette lehetővé, hogy lecseréljék a tetőt, pedig az energiatakarékosság szempontjából ez az egyik legalapvetőbb feltétel. Most egy 40 millió forintos Európai Uniós forrásnak köszönhetően ez is megvalósulhatott. Gyakorlatilag a főépületnek a teljes tető cseréje történhetett meg, valamint egy sportpálya kiépítése az udvaron. Ezek a nagyobb lélegzetű beruházási munkák, emellett pedig iskolabútorzattal tudtuk kiegészíteni a fejlesztést, tantermekbe tanulók számára, illetve pedagógusok számára is bútorokat tudtunk és berendezési tárgyakat ebből a fejlesztési forrásból létesíteni. A tudás jelenleg a legfontosabb érték. Az iskola felújítás mindig a település népesség megtartó erejét segíti, emelte ki Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében. Itt esélyteremtő oktatás, tehetséggondozás, színvonalas tudás, ismeretátadás történik, és emellett láttuk, hogy jól neveltek a gyerekek, itt az ünnepségen is ez bebizonyosodott, tehát nevelés is, magas színvonalú nevelés is folyik. És hát az iskolákban van a jövő, mert ha a gyerekeink itt megszerzik a megfelelő alap ismereteket, vagy alapkompetenciákat, tovább tanulnak, képzettséget szereznek, urambocsá, egyetemi vagy főiskolai diplomát szereznek, akkor el tudnak majd helyezkedni, sikeres felnőtt családi életet élnek, és ezáltal sikeressé teszik azt a települést, ahonnan származnak, vagy sikeressé teszik Magyarországot. A felújításnak köszönhetően létrejött infrastruktúrális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék a tanulói lemorzsolódást és a végzettség nélküli iskola elhagyók számát. Tartós élelmiszereket és tisztítószereket gyűjtenek idén is a rászoruló családok számára az úgynevezett szeretet akcióban. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete a felajánlott adományokból kisebb csomagokat készít, amelyet rászoruló családoknak juttatnak el december közepén. Fontos, hogy csak boltban vásárolt, megfelelően hosszú szavatossággal rendelkező élelmiszereket tudnak fogadni. Házi készítésű befőtteket például nem adhatnak az adományozók. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elindította adománygyűjtő akcióját a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Sokan használt ruhákat adományoznak ilyenkor, azonban ez a fajta adományozás egész évben zajlik, az összegyűlt ruhákból ilyenkor is tudják pótolni a készleteket. Az év végi szeretett akcióban ezért elsősorban tartós élelmiszereket és tisztítószereket várnak az adományozóktól. Ilyenkor karácsonykor egy picit mindenki jobban odafigyel arra, hogy adjon másoknak abból, ami van. Egy pici is nagyon sokat számít, tehát akár 1 kiló liszt, 1 kiló cukor, vagy egy olaj, vagy egy tábla csokoládé nagyon sokat számít nekünk, hiszen a sok pici adományból állnak össze azok a szeretett csomagok, amiket a rászorulók részére ki tudunk osztani december közepe tájékán. A Magyar Vöröskereszt megyeszerte számos helyen van jelen, ezért szinte mindenhol tudják, hogy kihez kell fordulni a segítségért. A szervezet számos megkeresést kap írásban és személyesen egyaránt. Az adománykérő levelek konkrétan tartalmazzák, hogy a kérelmezőnek mire van szüksége, a szervezet pedig a lehetőségeihez mérten támogatja ezeket a kéréseket. Nagyon sokan jönnek úgy hozzánk, amikor ilyenkor derül ki, hogy nincsen tűzifára való, nincsen élelmiszerre való. Mi elsősorban élelmiszerben és ruházkodásban tudunk segíteni az arra rászorulóknak. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az, aki tartós élelmiszert szeretne nekünk hozni és rajtunk keresztül eljuttatni a rászorulóknak, arra nagyon figyeljen oda, hogy a termékeknek a szavatossági ideje az minél hosszabb legyen, hiszen lejárt szavatosságú élelmiszert akkor sem, ha tartós fogyasztási cikkről van szó, nem oszthatunk ki. Illetve ilyenkor felszokott kérdésként merülni, hogy ugye családon belül barátokat szívesen ajándékozunk meg saját készítésű befőttekkel, dzsemekkel, ilyesmivel. Ezt mi nem tudjuk átvenni, tehát csak boltból vásárolt és garantált szavatossági idővel ellátott termékeket vehetünk át.
A Vöröskereszt csak ezeket a termékeket adhatja át a rászorulóknak. Ez akár több száz család számára jelenthet hatalmas segítséget az ünnepi időszakban. Eredményes évet zár az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fiatalokat nehéz bevonni a politikai életbe. A kormány célja, hogy az ifjabb generációból is egyre többen érdeklődjenek a közügyek iránt. Ennek érdekében például a jelenlegi nemzeti konzultáció középpontjában is az ifjúság áll. A kérdőívet már több mint 773 ezeren visszaküldték. Évzáró ifjúsági találkozót szervezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A rendezvényen a Hieroteos Egyesület és az Ungtisza Szamos Túr határmenti egyesület tagjai is részt vettek. A találkozó helyszínét Vásárosnamény biztosította, ahol szintén fontosnak tartják az évvégi számvetést. Advent második hétvégéje közeledik, az advent útján elindulunk a karácsonyhoz, a karácsony pedig a szeretet útján egymáshoz vezeti az embereket. Ilyenkor év végén elgondolkodunk azon, hogy hogyan is értünk el idáig, egyfajta számvetést végzünk. Ez nagyon fontos, pláne egy ilyen kisváros életében, ahol gyakran az itt élők nem veszik észre azt, hogy mi történik, de ha valaki távolabbról, esetleg egy-két év után tér haza, az látja a változásokat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségnek számos olyan ügyet sikerült felkarolni, ami fontos a szervezet számára, közölte Kis András helyi elnök. Az országnak egy olyan eredményt sikerült elérni, amire az X-es fiatalok is büszkék lehetnek. Többek között ezért is volt kiemelkedő ez az év. Magyarországon először egymás utáni három országgyűlési választáson egy pártcsalád, a mi pártcsaládunk a Fidesz-KDNP alakított kormányt, és megalakulhatott a negyedik Orbán kormány. Mi, X-esek, fiatal kereszténydemokraták, ezt tartjuk az év legnagyobb eredményének, és azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy egy olyan országot építettünk közösen az előttünk álló generációkkal, amelyre 2030-ra büszkék lehetünk. Az a legfontosabb számunkra, a fiatalok számára, hogy 2030-ra Magyarország, a magyar nemzet itt a Kárpát-medencében Európa legeredményesebb, legsikeresebb népévé váljon. A fiatalok részvétele a közéletben egy fontos ügy a kormány számára. Bár nehéz megszólítani őket, de mindig próbálkoznak, közölte a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, a jelenlegi nemzeti konzultáció is a fiatalság helyzetét és véleményét szeretné megismerni. A kérdőívet országos szinten már több mint 773 ezeren küldték vissza. A politika egyik véget nem érő feladata, hogy felkeltse a fiatal korosztály érdeklődését. Mindig vannak olyan fiatalok egyébként, akik kifejezetten érdeklődnek közéleti kérdések iránt, úgyhogy fontos is azt gondolom, hogy az oktatásban is megjelenik az állampolgári ismeretek átadásával, hogy ott is elkezdődik ez a fajta felkészítése a fiataloknak is, hogy minél több tudás, minél több ismeretet szerezzenek az államnak a működéséről is, és egyébként pedig a közéletbe való részvételre is felkészülhessenek. Ez egy véget nem érő munka, mindig tenni kell, azért is jó ez a rendezvény, mert itt is fiatalok között beszélgetünk közéletről, politikáról, tehát ők is elmondhatják a véleményüket, meg a kormányzat részéről is el tudjuk mondani, hogy mi hogy látjuk a kérdéseket. Több olyan intézkedés volt ebben az évben, például az első ingyenes nyelvvizsgának a kiterjesztése, ami szintén rengeteg fiatal számára egy fontos intézkedés volt, és azt gondoljuk, hogy ezt majd lehet folytatni is. Mindig a fiatalokról kell, hogy szóljon a politika, a fiatalokról is kell, hogy szóljon a politika, és ezért a kormány kész is tenni. Az első lépéseket mindig helyben kell megtenni, tette hozzá a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte, az országos átlaghoz képest Szabolcs megyében kifejezetten aktív az X szervezete. Minden idők egyik legsikeresebb vígjátéka érkezik a Móricz Zsigmond Színház színpadára. Szombaton lesz Francis Weber Balfácánt vacsorára című bohózatának premierje, amelyet Göttinger Pál rendezésében láthat a közönség. Balfácán vacsora! Jó, nem tudom, ismeri-e a magasztos játékszabály? Mindenkinek húznia kell Balfácán. Adott egy jól menő könyvkiadó vezetője Pierre és felesége Christine. Pierre és baráti társasága időközönként keres egy mulatságos lúzert, akit meghívnak egy közös vacsorára, majd a szerencsétlen vendégen szórakoznak, tulajdonképpen azon, mennyire komolyan veszi magát a meghívott, habár az egész este csupán színjáték. A társaság tagjai között egyfajta presztízs kérdés, ki visz nagyobb hülyét a vacsorára.
Most éppen Pierre a soros, akinek egyik barátja találkozott a szenvedélyes makettépítő adóellenőrrel, François Pignonnal. Mielőtt azonban a balfácán vacsorát megtartanák, Pierre meghívja magához Pignont, ezért a Christine által eltervezett romantikus estének lőttek. Így kezdődik a bohózat, melynek próba folyamata sok örömet okozott a társulatnak. Örömmel dolgoztam, mert ezt egy nagyszerű szereposztásnak találom. Gyorsan kellett adaptálnom magam a körülményekhez, ugye ismert, hogy ezt Verebes István rendezte volna ezt az előadást, aki végül betegség miatt lemondta, úgyhogy pár héttel a kezdés előtt kellett beugranom rendezőként, ezért gyorsan kellett tanulnom nekem magamnak, és egyrészt rohamtempóban kellett fölkészülni, másrészt közben is gyorsan adaptálni a fejemben lévő elképzelést az éppen zajló munkához. Ugyanakkor, mivel annyira nagyszerű színészekkel volt szerencsém dolgozhatni, ezért én jól éreztem magam benne. A Balfácánt vacsorára című bohózat filmen és színpadon is egyaránt nagy siker. A rendező szerint ennek több oka is van. Nagyon egyszerű, szövevényű színdarabról van szó, tehát egy pillanat alatt átlátja az ember, hogy ki merre tart, vagy mit akar, és onnantól nincs más hátra, mint hogy jól mulasson. Ami miatt én személyesen nagyon szeretem az az, hogy nagyon sok szeretettel kezeli a figuráit, a legbalfékebbet is, és a legrossz indulatúbbat is tulajdonképpen szeretettel formálja meg ez a szerző, és ezért mód nyílik arra, hogy a néző a legnagyobbtól a legkisebb szerepig mindenkivel azonosulni tudjon, és így aztán felismerve benne valamit, ami ő benne magában is benne van, tudjon nevetni. Pignont, a könyvelőt Horváth László Attila alakítja, Pierre figuráját Rák Zoltán, feleségét Krisztint Kuti Patrícia, Zsüsztöt, az írót pedig Nagyidai Gergő kelti életre a Móri Zsigmond Színház szombati premierjén. Egy lépés választja el a Nyíregyháza Blue Sharks csapatát a HEP Kupa 4-es döntőjétől. A kékcápák a negyedik fordulóban Miskolcon nyertek 93-70-re, a következő körben pedig Cengléden harcolhatják ki a fináléba jutást. A nyíregyháziak vasárnap bajnoki meccsen a BKG Prima SE otthonában lépnek majd pályára. A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt két évben ott volt a HEP Kupa 4-es döntőjében, Győrben a harmadik, Debrecenben pedig a második helyen végeztek a kékcápák. A cél ebben a szezonban is a fináléba jutás, amelyetől már csak egy lépés választja el Blue-sékat. A nyíregyháziak a Sunshine Nyikse és a Deac U23-as csapata után a Meavcot is elbúcsúztatták. Miskolcon magabiztos játékkal 93-70-re győztek a cápák. A játékosaink úgy álltak hozzá a mérkőzéshez az első pillanattól kezdve, ahogyan az kell. Meg akarták mutatni, hogy mi az a különbség a két csapat között, ami szerintem reálisan is létezik. Ezt szerencsére már az első negyedben sikerült megmutatni, és így nem tudott igazából motivációt vagy lelkesedést fogni a Miskolc. Így szerencsére az egész mérkőzést vezetve simán meg tudtuk nyerni azt a találkozót. A nyíregyháziak a 4-es döntőbe jutásért az NB2 keleti csoportjában veretlenül listavezető Cegléd ellen lépnek majd pályára. Ha papíron megnézzük, akkor valóban nekünk kellene tovább jutnunk, csak a sport az szerencsére nem mindig papíron dől el, és éppen ezért nagyon kell figyelnünk erre a találkozóra. Azért Cegléden olyan játékosok játszanak, akik többen is megfordultak Szolnokon, tehát tapasztalt játékosok. Még ha esetlegesen fiatalabb játékosról is van szó, akkor is tanult kosárlabdázni mindenki, és nagyon jó csapat. És hogyha megnézzük az NB2-ben nyújtott teljesítményüket, akkor szerintem mindenki látja, hogy komolyan kell készülnünk a Cegléd ellen, és nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Ráadásul ugye idegenben lesz a találkozó. A Cegléd pályáján én még nem játszottam, a srácok sem, úgyhogy mindenféleképpen egy idegen környezet vár majd minket. A HEP Kupa mérkőzést január 15-ig kell lejátszania a két csapatnak. Addig azonban még több bajnoki meccs vár a cápákra. Vasárnap Sziget-Szentmiklóson a tabellán negyedik helyen álló BKG Prima SE ellen lép pályára a jelenleg ötödik helyezett Nyíregyháza Blue Sharks. Közös jótékonysági akciót indított a Fátum Nyíregyháza és a Nyíregyháza Blue Sharks. A röplabdázók és a kosarasok olyan főként képességfejlesztő játékokat várnak szurkolóiktól, amelyeket majd fogyatékkal élő gyerekek számára juttatnak el. Csütörtökön az is kiderült, hogy a CEF Kupa 8-at döntőjében a francia Mulhouse lesz a Fátum Nyíregyháza ellenfele.
Karácsony közelettével nagyon sok szervezet hirdet jótékonysági akciókat, szervez gyűjtéseket azért, hogy segítsen a rászorulókon. Ebbe a sorba állt be a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft., ami az extraligás női röplabda és az NBA-ben szereplő férfi kosárlabda csapatot versenyezteti. A két szurkolók körében népszerű együttes arra kéri a drukkereket, hogy adományaikkal tegyék szebbé fogyatékkal élő gyerekek karácsonyát. Úgy gondoltuk, hogy a két csapatunk, a Fátum Nyíregyháza és a Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzésein szeretnénk olyan játékokat, olyan képességfejlesztő társas játékokat gyűjteni, amiket esetlegesen tovább tudunk adni, és a rászoruló gyerekek használhatják ezeket. Ebben segítséget fog nekünk nyújtani az együttműködő partnerünk, a Mentor Alapítvány, akik Nyíregyháza városában és a városon kívül is olyan gyerekeket gondoznak, akik fogyatékkal vagy valamilyen sérüléssel élik mindennapjait. És bízunk abban, hogy ezek a játékok eljutnak majd hozzájuk az ő segítségükkel, és fognak tudni nekik segíteni a szabadidejük kellemesebb eltöltésében. Az adományokat elsősorban a két csapat meccsein, de más időpontokban is várják a Continental Arénában. A kosarasok december 12-én és 16-án játszanak az arénában, utóbbi alkalommal a röplabdázókkal rendeznek kettős meccset. A Fátum Nyíregyháza a héten a CEF kupában tovább jutott a svájci Düdingennel szemben, a nyolcaddöntőben pedig a francia Mulhouse lesz Varga Elizabeték ellenfele. Soha nem megyünk neki egymásnak úgy, hogy mi most ezt megnyerjük 3-0 könnyen, hanem mindig felkészülünk, és mindig maximálisra próbáljuk nyújtani. Személy szerint nekem ez egy óriási siker, életem legnagyobb sport sikere, és hát reméljük, hogy több lesz. Még nagyon szeretek játszani, mert csak a kedvenceim, a francia csapatra már nagyon felkészülünk. Én már alig várom, hogy játszunk ellenük, mivel idegen csapat, még nem ismerjük őket, nagyon jó csapat, én már láttam őket, és hát mindig bizonyítani szeretnénk. A Mulhouse elleni párharc első meccsét december 18-án játsszák Franciaországban, a visszavágót pedig januárban rendezik meg Nyíregyházán. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 13 Szabolcsat már Bereg megyei önkormányzat kapott elismerést a belügyminisztériumtól. A sikeres közmunkaprogram alapján országosan 73, megyénkből 13 település munkáját jutalmazták. Az elismerés mellé 10 millió forintot kaptak az önkormányzatok, amelyet a program folytatásához és fejlesztéséhez használhatnak fel. Így például eszközbeszerzésre, járdák felújítására vagy ingatlan vásárlásra, amivel az eszközök tárolását oldhatják meg. 116 diák mindennapjait segíti, hogy közel 40 millió forint Európai Uniós forrásból megújult a Kálmánházi Benedekelek általános iskola. A 100%-ban vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően megtörtént a főépület elavult tetőhíjazatának cseréje, a mindennapos testnevelés biztosításának érdekében pedig egy aszfaltburkolatos kézilabda pálya is megépült. A termek új bútorzatot kaptak és új sporteszközöket is vásárolt az iskola. Tartós élelmiszereket és tisztítószereket gyűjtenek idén is a rászoruló családok számára az úgynevezett szeretet akcióban. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezete a felajánlott adományokból kisebb csomagokat készít, amelyet rászoruló családoknak juttatnak el december közepén. Fontos, hogy csak boltban vásárolt, megfelelően hosszú szavatossággal rendelkező élelmiszereket tudnak fogadni. Házi készítésű befőtteket például nem adhatnak az adományozók. Önök a Költségi Televízió híradóját látták december 7-én, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk esővel. Szombaton északnyugat felől hideg front éri el a Kárpát-medencét, amely majd este hagyja el keletfelé térségünket. Az előttünk álló éjszaka túlnyomóan borult lesz az ég. Eső, ónos eső, hó egyaránt várható. A déli szél helyenként megélénkül, reggelre általában -1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, helyenként ónos eső, havas eső, havazás is előfordulhat.
Az északnyugati szél időnként megélénkül. Délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony időre van kilátás. A hosszabb, rövidebb napos periódusok mellett többször megnövekszik a felhőzet. Vasárnap több helyen várható eső, zápor, a jövő hét első napjaiban szorványosan valószínű eső, havas eső, kisebb havazás, a jövő hét közepén pedig néhol számíthatunk hózáporokra is. Erősödik az éjszakai lehűlés. A maximum hőmérséklet vasárnap az ország nagy részén még meghaladja az ilyenkor szokásosat, azonban a jövő héten már a sok évi átlag alatt alakul.